Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Január 16-án egy portál nap van, ami azt jelenti, hogy a mi földünk az összefüggésben áll, kapcsolatban áll a plejádokkal. A plejádoknál van egy központi nap, Alkioné, ami lefordítva egy királynőt jelent, aki győz a gonoszságok felett. Én Alkionét mindig összehasonlítom Holle anyu meséjével. Tehát van egy jó energia, ami segít ezen a napon, például a gyógyulásnál, hiszen ennek az energia mezőnek van gyógyító ereje. Az, hogy melyik napon van egy ilyen portál nap, az a maja naptárból van, ez a forrás. Ők számították ezt ki, hogy mikor van kapcsolat a földünk és a plejádok között. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Hogy mi konkrétan a téma, azt elmagyarázom ebben a felvételben. Gyógyító hatás az mindig van, de vannak más témák is. Visszatérve erre a maja naptára, ha érdekel, én erről írásban beszámolok a Facebook oldalamon, ott ezt megtalálod, Dendera Susanna Medici néven. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám az mindig 13 napig tart. És a majáknál a 13-as szám az a szerencse száma volt, olyan misztikus számnak tartották. Ez a portál nap, amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé, ez a negyedik hullámban van. És a 4-es szám az jelenti az alapokat. Most kialakíthatunk valamit. Itt kell a biztonság érzete, itt kellenek az alapok. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy azt is jelentheti, hogy szeretnél kiépíteni valamit, egy cég alapozását, vagy szeretnél dolgozni egy spirituális területen, és éled a hivatásodat. Ez nem csak az alapokat jelenti a munkahelyen, hanem jelenti az anyagi biztonságot is. Hiszen a munka, a hivatás és az anyagiak azok összefüggésben állnak egymással. Tehát ez a 4-es szám, ez a 4-es hullám jelenti az alapokat, hogy most ki lehet építeni valamit, azt is jelenti, hogy mennyire fontos a biztonság érzete. Nem csak az anyagiak terén vagy a munkahelyen fontos, hanem a párkapcsolatban is, hogy meglegyen a közeledés, meglegyen a bizalom, és hogy ki tudtok építeni valamit. Ez lehet például egy közös otthon tervezése is. Január 16-a, ez a portál nap, az a negyedik nap, a negyedik hullámban. Tehát ugyanazt jelenti, mint a hullám, hogy kell a biztonság érzete. Mivel ez a 4-es szám kétszer jelenik meg ezen a napon, ez megerősíti ezeket a terveket, vagy azt is jelentheti, hogy nála is fontos a biztonság érzete. Nem csak nálad, hanem nála is. Az anyagiakat illetően, vagy a munkát illetően kellenek az alapok,
vagy megalapoztok valamit, ami a párkapcsolatot illeti. A maja naptárban minden nap van egy szimbólum, ennek is van egy jelentősége. Ezen a napon, ezen a portál napon Akbál uralkodik. Akbál az jelenti az éjszakát, lefordítva, éjszakát jelent. Ha éjszakáról van szó, természetesen, akkor az álmainkról, az alvásról. Amennyiben vannak álmatlan éjszakáid, akkor ez a szertartás segíthet, hogy javuljon a helyzet, de elgondolkozhatsz azon is, hogy miért van ez így. Gyakran ez a félelmek miatt van, mert félsz, hogy elveszíted a munkádat, vagy félsz attól, hogy pénzt veszítesz el, vagy sok lesz a kiadás, vagy félsz a politikai események miatt, vagy félsz attól, hogy ő lezárja a kapcsolatot, félsz attól, hogy elveszíted őt, lehet, hogy félsz attól is, hogy megcsal téged, tehát több oka lehet a félelmeknek. És ez annyira fontos az életünkben, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, mert ez betegít bennünket, blokkol bennünket. És emiatt vannak néha álmatlan éjszakák. Tehát fontos az, hogy kipihend magad, hogy jól tudj aludni. Amit Akbál, ez az éjszaka még jelenthet, ezek az álmok. Vannak olyan álmok, aminek nincs jelentősége. El is felejtsük ezeket az álmokat. Viszont, ha egy egész történetet álmodsz, és olyan, mintha valóság lenne, és nem felejted el, akkor ez egy üzenet. Vagy a te lelki üzeneted, vagy az ő lelki üzenete, hiszen gyakran van egy ilyen telepátikus kapcsolat, amikor ilyen szerelmi témákról van szó, egy kármikus kapcsolat, vagy egy ikerláng szerelem, akkor előfordulhat az, hogy álmok útján ő küld számodra egy üzenetet. Az a fontos, hogy odafigyelj rá, és megértsd az, hogy mi konkrétan az üzenet. Vagy a te lelkedből, vagy tőle jön ez. Ha ez a téma érdekel, én ezzel foglalkozom, hiszen álomfejtő is vagyok, és imádom ezt a területet. Tehát nyugodtan fordulhatsz hozzám. A díjam ilyen álomfejtésnél, ugyanúgy, mint a jóslásoknál 4000 forint. De visszatérve a maja naptára, visszatérve Akbálra, ez jelentheti a belső énünket is, ezt a forrást, az intuíciónkat, vagy az inspirációt, sőt, azt is jelenti Akbál, hogy van egy kapcsolat az égi hatalommal, ha megvan ehhez a hitünk. És a Jóisten az mindig, minden helyzetben segíteni tud nekünk. Az is fontos most ezen a napon, hogy erősítsük ezt a hitet. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.